Több mint 2100 méter hosszú szakasszal bővült a Móri kerékpárút hálózat, amely a Kincses Tájmór kerékpárút kezdete is egyben. A projekt zárásaként szalagátvágással és püspöki áldással avatták fel az utolsó távot. Molnár Krisztián elmondta, a Fejér megyei önkormányzat saját projektjeként valósította meg a fejlesztést, ahogy korábban a Mór-Bodaj kerékpárutat is, amelyhez az új szakasz csatlakozik. 4,2 km hosszú volt a Mór-Bodaj kerékpárút, ma 2,2 km nagyságrendileg az az út, amit átadunk, és ezzel együtt elérjük a Mór-Csókakő kerékpárutat is, ami több mint 5 km hosszú, így összefüggően mintegy 15 km úthálózatunk van, hogyha megnézzük még a Csákberény-Orondülői kerékpárút kapcsolódást is. Nem titkolt célunk a Velencei tó és észak irányba pedig Majk és Oroszlány elérése a folytatás során. Törő Gábor kiemelte, nagyon fontos volt, hogy a Bakonyt és a Vértest összekössék kerékpárúttal. Úgy gondolom, hogy a szakaszonként, ha megnézzük, akkor összességében közel 1,5 milliárd forintos értékbe történt meg Csákberénytől egész Bodajkig a kerékpárút megépítése. Ezt használják a borturizmusban, kerékpárosok használják, de használják az arándokok is. Szerintem nagyon fontos, hogy a családok egészségét a sporton keresztül is óvjuk, és hát a hitet is gyakorolhatják, akik átérnek Bodajkra. Az országgyűlési képviselő ott Csókakő, Mór és Csákberény is csak a hasznát látja a kerékpárútnak, bízik benne, hogy minél többen és balesetmentesen használják. Az átadó ünnepség után a Vekerle Sándor szabadidőközpontnál családi napot tartottak, ahol kerékpárokat, rollereket, biztonsági eszközöket sorsoltak ki a résztvevők között.